Szeretettel köszöntöm az egybegyűlteket, és amint a műsorfüzetből ez már tudható, ennek a előadásnak a címe az Egyház egysége és egyetlensége a II. Vatikáni zsinat szerint. Voltak éppen egy zsinati dokumentumot ismertetek, ez az Unitatis Redintegratio, amely magyarul az egység helyreállítása. Ez 64-ben fogalmazódott meg, és ebből a dokumentumból ragadok ki idézeteket, és ezeket magyarázom. Most itt már megbarátkozhattak, akik korábban itt voltak ezzel a mottóval. Loyolai Szent Ignác lelki gyakorlatos könyvéből vett idézet. Azért tartottam fontosnak, mert ez világítja meg, hogy miért változhatott meg a katolikus egyház szemléletmódja a 16. századtól a 20. századig terjedő időszakban. Tudnilik, komolyan kezdték venni azt, amit Szent Ignác így fogalmazott meg, hogy minden jó kereszténynek készebbnek kell lennie arra, hogy fele barátjának állítását jól értelmezze, mint elítélje. Na most a furcsaság, a történelem fintora az, hogy Pázmány Péter, aki ugyancsak jezsuita volt, és egy brilliáns elme, azért ezt a rendalapítónak ezt a tanácsát nem vette figyelembe. Ez nagyon jól látszik például az Az Calvinus Jánosnak Hiszek egy Istene című művéből, amelyik hát egy pamflet, hát valami ördögi lénynek mutatja be az Istent, és Calvin nyakába varja az egészet. Na, tehát a zsinati atyák figyelembe vették ugye Szent Ignácnak ezt a mondását, megszívlelték, és így született meg ez a dokumentum. Az idézeteket hát külön keretbe foglaltam, és nagyobb betűkkel szedtem. Ugye az egyik idézet, hogy az Úr Krisztus egy és egyetlen egyházat alapított. Nyilvánvaló, hogy a zsinati atyák arra az egyetlen egyházra gondolnak, amelyet Pál apostol Krisztus testének nevezett, és az emberi szervezet mintájára írt le a korintusiakhoz írt első levélben. Na most az egyháznak ezt az egyetlenségét a reformátorok soha nem vonták kétségbe. Mi több, Krisztus testének egyetlenségét vallják a neoprotestáns kisegyházak is. Folytatódik a zsinati szöveg, mégis több keresztény közösség mutatkozik úgy az emberek előtt, mint Jézus Krisztus igazi öröksége. Külön utakon járnak, mintha maga Krisztus oszlott volna meg. Ebben a mondatban a zsinati atyák az első századi Korintosz pártoskodó gyülekezetének állapotához hasonlítják a 20. századi helyzetet, az egymástól elkülönült és egymással szemben álló keresztény egyházak kölcsönös viszonyát. Tudjuk, hogy Pál apostol idejében a Pálra, Apollóra, Kéfásra és Krisztusra hivatkozó csoportok tagjai nem mutatták föl a Krisztus testével azonos egyház egységének és egyetlenségének jeleit. Úgy éltek, hogy az apostol írja,
mintha Krisztus oszlott volna meg. Folytatódik a zsinati szöveg. A századok ura azonban napjainkban az egymástól külön vált keresztényekre bőségesebben kezdte árasztani a megbánás lelkét és az egység vágyát. Ennek a kijelentésnek két figyelemre méltó mozzanata van. Az egyik az, hogy a zsinati atyák egymástól külön vált, és nem a katolikus egyháztól elszakadt keresztényekről beszélnek. A másik mozzanat, hogy az egységtörekvés, amely tudjuk, hogy 1910-ben protestáns kezdeményezésre indult, tulajdonképpen egy olyan folyamat a zsinati atyák szerint, amely elsősorban nem valamelyik felekezetnek a műve, és nem is csupán emberi erőfeszítés eredménye, hanem Istennek tulajdonítják az ökumenikus törekvéseket. Az Unitatis Redintegratio szövegében a következő fontos megállapítás: Krisztus rábízta a 12 kollégiumára a tanítás, a kormányzás és megszentelés feladatát. Kiválasztotta közülük Pétert, és az ő hitvallása után kijelentette, hogy Reá építi egyházát. És ezt a péteri szerepet, vagyis azt, hogy az apostol az egyház egységének jele és előmozdítója legyen, nevezzük latin szóval primátusnak. A Szentírásból nem igazolható egyértelműen, hogy ez a primátus vagy elsőség Péter hivatalbeli utódaira is érvényes. De történetileg kimutatható már a második századtól, hogy Róma püspöke valamiféle elsőbséget élvezett. Még világosabbá vált ez az elsőség a IV. Század második felében, amikor első Teodózius császár államvallássá tette a kereszténységet, és annak a vallásnak követését rendelte el, amelyet Damaszusz pápa és másodszorban Alexandria püspöke helyesnek tart. Most hát itt jön a szomorú diagnózis, hogy Istenem egy és egyetlen egyházában már kezdet óta támadtak bizonyos szakadások, amelyeket az apostol súlyosan korhol és elítél. A későbbi századokban pedig még nagyobb nézeteltérések támadtak, és nem jelentéktelen közösségek különültek el a katolikus egyház teljes közösségétől. Azt tudjuk, hogy az egyházzal kapcsolatban először antiohiai Szent Ignác használta a katolikus az egyetemes, mindenre kiterjedő igaz jelzőt. Ignác szerint egyrészt a láthatatlan Krisztus teste katolikus, ezért mondja, hogy ahol Krisztus van, ott van a katolikus egyház. Másrészt ennek a láthatatlan egyháznak látható vetületét, vagyis azt a közösséget mondja katolikusnak, amely a püspök vezetésével ünnepli az eucharisztiát. Ezért írja ugyanabban a levelében, ahol a püspök megjelenik, ott van a katolikus egyház. Na most azok a bizonyos elkülönülések, amelyek a kezdeti elkülönüléseket követték,
tulajdonképpen a nagyobb szakadások, amelyek közül ugye említésre méltóak a keleti egyházszakadás, amelyet hagyományosan az 1054-es dátummal szoktunk jelölni, aztán a nyugati egyházszakadás a 14.-15. században, valamint a reformáció. És most egy bizonyos szempontból önkritikus megállapítása a zsinatnak, hogy ebben, tudnélik ezekben a szakadásokban, az emberek mindkét részről vétkesek. Súlyos és elgondolkoztató ez a kijelentés, mert világossá teszi, hogy valahányszor a Krisztus teste egységének láthatóvá tételére hivatott katolikus egyházban szakadások következtek be, a katolikusnak nevezett közösség tagjai épp úgy elszakadtak az eszményi katolikus egyháztól, mint az elkülönült keresztényeknek nevezett közösségek. Történeti példák. Az 1054-es szakadással kapcsolatban 1965-ben mindkét fél elismerte vétkét. Az első Athenagórasz pátriárka és hatodik Pál pápa egyidejűleg visszavonta az 1054-es kölcsönös kiátkozást. Ezzel azonban burkoltan elismerték mindkét oldalról, hogy annak idején helytelenül jártak el. Most a nyugati egyházszakadás 1378 és 1417 között tulajdonképpen azt jelenti, hogy a franciai és itáliai politikai érdekek által befolyásolt bíborosok két, illetve három pápát is választottak. Most az egyes pápák mögött álló katolikus csoportok mindegyike hibás volt az áldatlan helyzet kialakulásában. Ezt a konstanci zsinat is elismerte azzal, hogy önmagát időlegesen a pápák fölé helyezte, a zsinat a pápa felett áll elvet követte, majd két pápát lemondásra késztetett, a harmadikat pedig megfosztott a méltóságától. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy a korábban emlegetett Husz Jánost ekkor égették meg. Tehát 1415-ben, aki menlevelet is kapott pedig a császártól, ennek ellenére ugye hát megégették őt, és az ő főbűne tulajdonképpen az volt, hogy hát bírálta a pápaságnak az intézményét, és hát amikor ugye három pápa is volt, akkor nem csoda, hogy rossz véleménnyel volt ugye a pápaságról. Na most, ami Luthert és Calvint illeti, ez egészen nyilvánvaló, hogy ők nem egyházszakadást, hanem reformot akartak. Ezt egyébként elismerte a második János Pál pápa is 1980-ban a németországi protestáns egyház tanácsa előtt Luthert a hit tanítójának, sőt, nem idézik pontosan, a hit nagy tanítójának nevezte. Ferenc pápa pedig 2016-ban Örményországból visszatérőben a következőket mondta újságírói kérdésre válaszolva. Martin Luther szándékai nem voltak tévesek. Korrupció, világiasság,
pénz és hatalomvágy volt az egyházban, és ő ez ellen lépett fel. Na most, ugye ezek a pápai nyilatkozatok végül is elismerik azt, hogy bizony bajok voltak abban az időben, és hát ezt megerősíti, és a protestánsok jó szándékát igazolja, az a megrendítő nyilatkozat, amely az ágostai hitvallás apológiájában született meg 1531-ben. Melanchthon, azt demonstrálván, hogy ők nem szakadást, hanem reformot szerettek volna, a következőket írja. A birodalmi gyűlésen gyakran bizonyságot tettünk arról, hogy a legnagyobb készséggel hajlandók vagyunk megtartani még az emberi tekintéllyel alkotott egyházi rendet és fokozatokat is. Tudjuk ugyanis, hogy az egyházi atyákat jó és üdvös szándék vezette azoknak az egyházi rendszabályoknak a megállapításában, amelyeket a régi egyházi törvények írnak le. A püspökök azonban vagy arra kényszerítik papjainkat, hogy az itt megvallott tanítást elvessék és kárhoztassák, vagy pedig új és hallatlan kegyetlenséggel még gyilkolják is a szerencsétleneket és ártatlanokat. Mindez lehetetlenné teszi, írja Melanchthon, hogy papjaink ezeket a püspököket elismerjék. Így hát a püspökök erőszakoskodása az oka annak, hogy itt-ott felbomlik az a kánoni egyházi rend, amelyet pedig mi teljes szívvel meg akartunk tartani. Ők lássák, miképpen fognak számot adni Istennek az egyház fölbomlasztásáért. Ez egy kicsit másként, más nézőpontból mutatja be a reformációt, mint az ellenreformáció idején született katolikus beállítások. Na most a szakadások és az egymástól különvált közösségekkel kapcsolatban a zsinat megállapítja, hogy akik most ilyen közösségekbe születnek bele, nem vádolhatók az elkülönülés bűnével. Ez tulajdonképpen abból a józan belátásból ered ez a megállapítás, hogy az utódok nem lehetnek felelősek elődeik vétkeiért. Az Unitatis Redintegratio szövegében a következő szövegrész, amelyet kiemeltem, egyházak és közösségek, itt nyilvánvalóan az elkülönült testvérek közösségeiről van szó, ám bár hitünk szerint fogyatkozásokban szenvednek, nem jelentéktelenek és súlytalanok az üdvösség misztériumában. Na most a II. Vatikáni zsinat más dokumentumaiból kiviláglik, hogy a katolikus felfogás szerint az egyház közösségébe tartoznak az ortodox egyházak és a reformáció egyházai. Az ortodoxokkal kapcsolatban azt írják a zsinati atyák, hogy ők ugyan nincsenek teljes közösségben a katolikus egyházzal, mert nem fogadják el a pápa elsőségét, de valódi részegyházak. Most ami a reformáció egyházait illeti, ezt olvassuk a zsinati szövegben, azok az egyházi közösségek ellenben, amelyek nem őrizték meg az érvényes püspökséget,
és az Eucharisztia misztériumának eredeti és teljes valóságát, nem egyházak a szó sajátos értelmében. Mindazonáltal bizonyos, jól lehet tökéletlen közösségben vannak az egyházzal. Itt érdemes odafigyelni arra, hogy a zsinat nagyon óvatosan fogalmaz. Mert ugyanebben a dokumentumban megismétli ezt a gondolatot a zsinati atyák közössége, és azt írják, hogy jól lehet, úgy hisszük, de ez nem azt jelenti, hogy ez a hittételünk, hanem úgy véljük, vagy úgy gyanítjuk, hogy nem őrizték meg sértetlenül, főleg az ordó szentségének hiánya miatt, az Eucharisztia misztériumának eredeti és teljes lényegét. A folytatásban azt olvassuk, hogy az üdvösség eszközeit hiánytalanul csak Krisztus katolikus egyházában, az üdvösség egyetemes eszközében érhetjük el. Na most az üdvösség eszközeinek teljessége, megint csak más zsinati dokumentumok alapján, tulajdonképpen az igaz és teljes hitvallás, a teljes szentségi élet és az apostoli jogfolytonosságban fölszentelt szolgálat. Na most a zsinati atyák nyilvánvalóan a felekezeti értelemben vett katolikus egyházra gondolnak, amely megőrizte az üdvösség eszközeinek teljességét, de nem érintik még ebben a szövegben azt a kérdést, hogy vajon ez az egyház mindig hitelesen mutatta-e meg, hogy benne érhetők el hiánytalanul az üdvösség egyetemes eszközei. Itt viszont ebben az idézetben már azt olvassuk, hogy jól lehet, a katolikus egyház az Istentől kinyilatkoztatott igazságok és kegyelemeszközök gazdag birtokosa, tagjai mégsem élnek ezekből kellő buzgósággal. Na most nyilvánvaló, hogy a zsinat megint csak a felekezeti értelemben vett katolikus egyházról mondja ezt, állítja azt, hogy ez sem valósítja meg teljesen a Krisztus szándéka szerinti egyházat, amennyiben nem mindig mutatta és mutatja fel hitelesen, hogy az igazságok és kegyelemeszközök gazdag birtokosa. És egy nagyon érdekes előremutató megállapítása a zsinatnak, ha valamit a hirdetett tanítás megfogalmazásában, amelyet gondosan meg kell különböztetni a hitleténteménytől, nem egészen pontosan őriztünk meg, meg kell újítani. Na most a hirdetett tanítást azért lehet felülvizsgálni, mert a hitletéteményt, vagyis a misztériumokat az egyház mindig korhoz kötött módon egyoldalúan fogalmazta meg. És ezért ezek megszövegezésén, értelmezésén változtatni lehet. Továbbá megfontolandó, hogy a dogma sosem fejezi ki teljességgel, és nem is fejezheti ki teljességgel a misztériumot. Nem beszélve arról, hogy a dogma értelmezése, tehát amit mi a teológián tanultunk, az sem, az meg nem dogma. Na most a megfogalmazásukban megújítandó és újra tárgyalandó témák a zsinat szerint a hitvallás értelmezése, a szentségek és az egyházkormányzat. Ami a hitvallás értelmezését illeti, itt ugye két témát emeltem ki, a megigazulást és az eleve elrendelés tanítását. És tekintettel arra, hogy a reformáció fő irányzatai elfogadják a
níciai konstantinápolyi hitvallást, ezért legfeljebb a hitvallás egyes cikkelyeiről lehet ökumenikus párbeszédet folytatni, többek között az érettünk emberekért és üdvösségünkért leszállott a mennyből cikkely esetében lehet az ellenkező véleményeket ütköztetni, illetve egyességre jutni. Most azt tudjuk, hogy a megigazulás kérdésében már megszületett a teljes egyetértés. 1999-ben a közös nyilatkozatban végeredményben azt fogalmazzák meg az egyetértő felek, hogy a megigazulás kérdésében a luteránus és a katolikus fölfogás között a lényeget illetően nincsen semmi eltérés vagy különbség. Na most leegyszerűsítve kicsit a problémát, tulajdonképpen a 16. században Luther azt hangsúlyozta, hogy nem a cselekedetek, hanem egyedül a Krisztusba vetett hit által leszünk megigazultá. A katolikus fél ellenben a cselekedetekre helyezte a hangsúlyt, sokszor idézték ugye a Jakab levelet, hogy a hit, ha tettei nincsenek, halott önmagában. Na most tulajdonképpen mind a két állítás igaz. Mégis azt hiszem, hogy Luther látta helyesebben és mélyebben a dolgot, és azért lehetett összeegyeztetni a két álláspontot, mert már a 16. században is összeegyeztethető volt. Ha odafigyeltek volna egymásra, beláthatták volna, hogy Luther olyan hitről beszél, amelyikből cselekedetek fakadnak. Ezt a katolikus fél ugye a Fides Caritate Informata, tehát a szeretet által átjárt hitnek nevezi. Tehát az 99-es megegyezés alapjai már megvoltak a 16. században is. És hogyha Szent Ignácnak a mottóját vagy tanácsát megfogadták volna, akkor rájöhettek volna akkor is, de tulajdonképpen ez anakronizmus, hogy én most itt mi történt volna akkor, hogyha sajnos ez történt. Na most a másik téma az eleve elrendelés, ugye tipikusan ugye kálvini tanítás. Erről ugyan nem nyilatkozott a zsinat, de én beleástam magam ebbe a témába, mert a Ratzinger bíboros, utána ugye pápa, fölhívta a figyelmemet sok szempontból bizonyos témákra, többek között a kettős predesztinációval kapcsolatban. Ugye a Ratzinger még professzor korában azt tanította, hogy ez teljességgel összeegyeztethető a katolikus nézettel. Na most a trienti zsinat 1547-ben a következőket írja. A kettős predesztináció tanítása helytelen, ha azt úgy értelmezzük, hogy Isten egyes személyeket önkényesen az üdvösségre, másokat a kárhozatra rendel. És az utóbbiaktól eleve megtagadja a messiás megigazító kegyelmét. Meghökkentő, hogy a zsinat nem említi Calvinnak a nevét, és nem véletlenül. Tudnilik, ha az ember veszi a fáradtságot és beleolvasgat ugye Calvinnak a legfontosabb művébe, az Institutio Religionis Christiani, azaz a keresztény vallás
rendszere című kétkötetes hatalmas opuszba, akkor Calvin írásaiból kimutatható, hogy nem eshet a trienti zsinat ítélete alá, mert nem tanított olyasmit. Mit tanított Calvin? Az institúció szövegei alapján a következőkben foglalhatom össze. Calvin a következőket mondja. Isten azt rendelte eleve, előre, tehát az emberi cselekedetektől függetlenül, hogy aki ellenáll az ő bűnbevallásra vezető kegyelmének, azaz nem akar üdvözülni, az ne is jusson el az üdvösségre. Ezt nevezi egyébként a katolikus dogmatika feltétlen, az érdemek előrelátása előtti elvetésnek vagy reprobációnak. Tulajdonképpen ez az elvetés azonos az emberi vétek és annak büntetéseként a kárhozat megengedésével. A Máté evangéliumban olvassuk az utolsó ítéletről megalkotott freskóban, hogy azt mondja a király, hogy távozzatok tőlem az örök tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készült. Örök a tűz. Az emberi cselekedetektől függetlenül már ugye érvényben volt. Viszont a konkrét személyek esetében Calvin állításai igenis megengedik azt, a lehetőséget, hogy az elvetés feltételes, vagyis az érdemek előrelátásán alapuló reprobáció. Itt idézem is, vagy jelölöm is a helyeket az institúcióban. Tehát semmiképpen nem tanította azt Calvin, hogy egyes személyeket kárhozatra rendel, és ráadásul, hogy ezektől meg is tagadja eleve a messiás megigazító kegyelmét. Viszont sajnos így került át aztán a köztudatba, és többek között előbb említett Pázmány Péter is így interpretálta Calvinnak a tanítását. Na most a másik téma, amelyben ugye meg kell újítani a zsinat szerint a szemléletmódunkat, a teljes szentségi élet. Azt tudjuk, hogy a hét szentséget az egyetemes zsinatok közül hivatalosan először a második lyoni zsinat említette. Viccesen szoktam volt mondani a hallgatóknak, hogy Aquinói Szent Tamás, aki a zsinatra utazott és közben halt meg, még nem tudta, hogy hét szentség van. Na most, hát persze ez így azért nem egészen helytálló, mert bizonytalanság volt a szentségek számát illetően. Voltak 11. századi püspökök, akik csak a keresztséget és az oltári szentséget fogadták el szentségnek. Voltak viszont, akik 14 szentségről beszéltek, mert még a lábmosást is a szentségek közé sorolták. Na most a reformátorok a keresztséget és az euharisztiát, illetve Luther bizonytalankodva a bűnbocsánatot is szentségnek tartották. Na most az a helyzet, hogy ők krisztusi alapításon mást értettek, mint a katolikus fél. Tehát amit mi úgy mondtunk, hogy a szentség anyaga meg formája, ugye a reformátorok azt mondták, hogy ha valami kifejezetten Jézus rendelése, mint anyag, vagy jegy, vagy jel, plusz ugyancsak Jézus egy ígéretet fűz ehhez a jelhez,
miként az eucharisztia és a keresztség esetében ez világos, azok a szentségek. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem tartották a többi liturgikus cselekményt is kegyelem közvetítőnek, csak nem nevezték szentségnek. Nagyon érdekes, ugye, hogyha valaki megnézi a protestáns testvéreink liturgikus könyveit, ugye az úgynevezett ágendákban, ott vannak azok a liturgikus cselekmények, szertartások is, amelyek megfelelnek a többi öt szentségnek. Na most ez ennek a zsinat is tudatában volt, és éppen ezért azt hirdette, hogy az ökumenikus tárgyalások témája nem az összes szentség, hanem csak az eucharisztia és az egyházi rend, mert úgy tűnik, hogy ezeknek az értelmezésében vannak még ugye komolyabb nézeteltérések. Most ami az eucharisztiát vagy az úrvacsorát illeti, a negyedik lateráni zsinat fogalmaz így, hogy egy pedig a hívek egyetemes egyháza, amelyen kívül egyáltalán senki sem üdvözül, amelyben Isten erejénél fogva átlényegül a kenyér testé, a bor pedig vérré. És ezt a szentséget senki más nem hozhatja létre, csak a pap, aki szabály szerint lett fölszentelve az egyház kulcsai szerint. Na most, ugye Luther és Calvin elutasítják a varázslás vagy mágikus szertartás benyomását keltő konszekráció kifejezést, illetve az átlényegülést, a transzubstanciációt. Ugyanakkor az úrvacsorát mindketten szentségnek tartják. Luther véleménye ugye a Nagy Kátéban így fogalmazódik meg: az oltári szentség Krisztus Urunk valóságos teste és vére, kenyérben és borban, amely Krisztus igéjével rendeltetett nekünk keresztjéneknek arra, hogy együk és higgyük. Calvin álláspontja még érdekesebb. Ő azt mondja, hogy az úrvacsora eseményében a valóságos találkozás Krisztussal úgy jön létre, hogy a lélek működése által Krisztus emel föl bennünket magához. Ugyanakkor, ugyanebben a műben azt mondja, hogy ami Krisztus jelenlétének módját illeti, az titok. Sokkal fenségesebb, sem mint akár szellemen megfoghatná, akár szavakkal ki lehetne beszélni. Tehát ő eltrafálta a lényeget, hát a misztériumot tényleg nem lehet filozófiai fogalmakkal megfelelően leírni. Nagyon érdekes, hogy amikor a trienti zsinat a transzubstanciáról, az átlényegülésről ír, akkor egy bizonyos távolságot tart a saját fogalmazásával kapcsolatban, és azt mondja, hogy a legalkalmasabban, aptissime, ez a transzubstanciáció szó fejezi ki azt, amit egyébként nem lehet kifejezni filozófiai fogalmakkal. Tehát itt többször is fölvetődött már, hogy az eucharisztiával kapcsolatban, hogy tulajdonképpen nem a szavak, nem a formulák annyira az érdekesek, hanem hogy mit jelentettek abban a korban, és azoknak az ajkán, akik ezt hirdették. Ugye szóba került itt ugye Zwingli, és hát a baptista testvéreink mondják, hogy memória, hogy emlékezés,
az úrvacsora. Ez így furcsán hangzik, hogy csak emlékezés, de a Zwingli nagyon jó biblikus volt, és ő nagyon jól tudta, hogy a bibliai értelemben vett emlékezés az megjelenítő emlékezés. Tehát a zsidóknál is, ugye, amikor a húsvéti vacsorát ünneplik, visszaemlékeznek az Egyiptomból való kivonulásra, szabadulásra, de úgy, hogy ők maguk is részesei ennek. Tehát valamiképpen összefonódik a történelemnek két teljesen különböző időszaka. Na most ilyen értelemben igenis lehet memória, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, hát emlékeznek. Na most visszatérve ugye az eukarisztiára, Calvin a pápás misét azért utasítja el, mert ez a Krisztus áldozatát helyettesítő érdemszerző tevékenységnek látszik. Tehát azt a benyomást keltette a korabeli igehirdetés katolikus részről, hogy tulajdonképpen Krisztus áldozatát kiegészítjük, ne adj Isten, még helyettesítjük. És erre a fölfogásra mondja azt Calvin, amit aztán a Heidelbergi K.T. ugye megismétel, hogy Krisztus roppant gyalázattal illeti ez a fölfogás, keresztjét eltemeti, és semmivé teszi, halálát elfeledteti. Na most az a helyzet, hogy én egyáltalán nem bántam, hogy benne maradt a változatlanul a Heidelbergi K.T. legutóbbi kiadásában ez a mondat, mert ez ma is igaz. Tehát, hogyha valaki a szentmisét úgy fogja föl, hogy az Krisztus áldozatát helyettesíti, akkor az valóban gyalázatos bálványimádás. Legfeljebb annyit lehetett volna hozzátenni, hogy már akkor sem ezt tanította az egyház, még akkor is, hogyha az eltorzult igehirdetésben ezt a benyomást keltette az igehirdetés. Na most ugye a trienti zsinat a félreértéseket tisztázandó 1562-ben, ez fontos ez a dátum, és nem utolsó sorban a reformátorok kritikája hatására, valóban azt tanítja, hogy a Szent Mise nem valamiféle kiegészítő, főleg helyettesítő emberi áldozat, hanem Krisztus egyszeri és megismételhetetlen kereszt áldozatának a megjelenítése, latinul reprezentáció, illetve részesülés ennek az egyetlen áldozatnak üdvösség szerző erejéből. Na most az institúció, amelyből az előbb idéztem, legalábbis az a kiadás, amelyet én idéztem, az 1559-ben jelent meg. Ez a zsinati döntés pedig 1562-ben. És nem véletlen, hogy a trienti zsinat foglalkozott ezzel a témával, és úgy érezték az atyák, hogy itt ezt helyre kell rakni, mert valóban azt a benyomást keltette sokszor az igehirdetés, hogy itt Krisztus áldozata mellett, vagy azt kiegészítve csinálunk valamit. Most egyébként az ökumenikus közeledésnek a lehetőségét az Unitatis Redintegratio zsinati határozat megadja. Tudnilik, ugye azt írják, ezt már idéztem, hogy úgy hisszük, hogy a reformátorok nem őrizték meg sértetlenül, főleg az ordó szentségének hiánya miatt, az eucharisztikus misztérium eredeti és teljes lényegét. De, folytatják a zsinati atyák,
Amikor a reformátorok a Szent Vacsorában megemlékeznek Urunk haláláról és föltámadásáról, megvallják, hogy az életet a Krisztussal való közösség jelenti, és várják az ő dicsőséges eljövetelét. Vagyis nem véletlenül fogalmaz óvatosan a zsinat, hogy úgy hisszük, mert a következő mondatban, vagy a mondat második részében meg elismeri, hogy a reformátorok meg úgy hiszik, hogy ők az élő Krisztussal találkoznak. A másik téma ugye az egyházi rend, illetve az egyházi szolgálatokra való felszentelés. Az egyházi renddel kapcsolatban a nyugati egyház azt hangoztatta, hogy a szentelésben a jelölt elsősorban az áldozatbemutatás, illetve a konszekrálás hatalmát kapja meg. Ezt a gondolatot a 12.-13. században olyan nagy teológusok képviselték, mint Petrus Lombardus vagy Aquinói Szent Tamás. És ezek a teológusok olyannyira hangsúlyozták ezt a gondolatot, hogy a pap szentelést igen, de a püspök szentelést nem sorolták a szentségek közé. Na most minden esetre a második lioni zsinat az egyházi rendet is a szentségek közé sorolta. Luther, aki a keresztény emberek általános papságát hangsúlyozta, nem nevezte ugyan szentségnek az egyházi rendet, de nem vetette el teljesen az egyházban kialakult szolgálati papságot és hierarchiát sem. Az előbb hosszan idéztem, hogy a Melanchtonnak az ágostai hitvallás apológiája című művéből, hogy ők szerették volna megőrizni még a hierarchiát is. Calvin nem nevezte sákramentumnak az egyházi rendet, és Lutherrel ellentétben nem akarta megőrizni a katolikus egyházban kialakult hármas hierarchiát sem. Szerinte, és neki volt igaza, az apostoli egyházban az egyházkormányzat demokratikusabb jellegű volt. A keresztény közösségeket eredetileg egyháztanácsok, úgynevezett presbitériumok irányították. A presbitériumok tagjai a pásztorok és a gyülekezet tekintélyes férfi tagjai közül választott vének. Most ami a biblikus támogatását illeti a véleménynek, az nyilvánvaló az első századi adatokból, hogy az apostolok halála után az általuk kézrátétellel kiválasztott püspökök vagy presbiterek léptek a helyükbe, és munkájukat diákonusok segítették. Nagyon érdekes, hogy a presbiter és az episzkoposz kifejezést a keresztények felváltva használták, gyakran ugyanannak a személynek a jelölésére. Pál apostol például a milétoszi egyház presbitereit hivatja, de aztán elöljáróknak, azaz episzkoposzoknak, püspököknek nevezve arra kéri őket, hogy vigyázzanak a nyájra. Filippiben pedig több elöljáró, azaz több püspök és diákonus vezeti a közösséget. Tehát a terminológia, az egyszemélyes püspöki vezetés az első század utolsó időszakában, illetve a második század elején alakul ki. Most az ökumenikus tárgyalásokon tulajdonképpen a következőket kellene még megfontolni ebben a témakörben.
a reformátorok meg akarták volna tartani az emberi tekintéllyel megalkotott egyházi rendet és fokozatokat is. Megint hivatkozom az ágostai hitvallás apológiájára. A másik, figyelembe kellene venni a tárgyalásokon, hogy a presbitereket szentelő reformátorok szándéka lényegében megegyezett az egyház szándékával. Tudnilik azt akarták, szolgákat akartak szentelni ahhoz, hogy az egyház megmaradjon az apostoli igehirdetésben és tanításban. Na most a protestáns szentelők igazolható jó szándéka alapján Róma tulajdonképpen tanúsíthatna olyan nagy lelkűséget és nagyvonalúságot, mint amilyet a 2001-ben kiadott irányelvekben. Ez egy nagyon érdekes dokumentum, Magyarországon én úgy tudom nem volt túlzottan nagy visszhangja, pedig a II. Vatikáni zsinat után ez az egyik legjelentősebb egyházi megnyilatkozás. Több kongregáció szövegezte meg, de a II. János Pál pápa is jóvá hagyta. Ez a dokumentum biztosítja az 1553-ban létrejött Szír Kárd katolikus egyház híveit, hogy közülük mindazok, akik ugye a papián miatt a keleti szír, vagy asszír liturgián vesznek részt, és ott az Adda és Mari anafora alapján konszekrált euharisztiában részesülnek, azok Krisztus valóságos testét és vérét veszik magunkhoz. Most ez azért érdekes, mert ez az Adda és Mari anafora, mint ahogy az első századokban több ilyen is van, nem tartalmazza az alapításnak a szavait. Tehát, hogy ez az én testem, ez az én vérem. Utalások vannak az utolsó vacsorára, de tulajdonképpen a katolikus szempontból lényeges szavak azok hiányoznak. Viszont azért engedte meg a kongregáció, és azért ismerte el, hogy még az ilyen liturgián konszekrált euharisztia is Krisztus valóságos teste és vére, mert nyilvánvaló a szövegből, és abból, hogy kik számára íródott annak idején ez a liturgia, hogy azzal a céllal ültek össze, hogy megünnepeljék az Úr utolsó vacsoráját. Na most ennek analógiájára tulajdonképpen a protestánsok szándékát, szentelők szándékát figyelembe véve, hát elvileg el lehetne ismerni ezeknek a szenteléseknek az érvényét is. Érdekes, hogy az anglikán szentelésekkel kapcsolatban háromszor is megvizsgálta a hittani kongregáció korábban, ugye inkvizíció ezt a kérdést, és mind a háromszor 17-18-19. Században is arra a megállapításra jutottak, hogy nem csak a forma, tehát a szentelési szavak, hanem a szándék hiányossága miatt ezek érvénytelenek, ezek a szentelések. Na de milyen alapon állapítjuk meg, hogy a szándékuk az rossz volt? Vagy? Na mindegy, szóval azért mondtam, hogy ennek analógiájára, hogyha ezt így elismerték, hogy a szándék alapján kimutatható jó szándék alapján elfogadnak valamit, akkor meg lehetne ezt is tenni. És végül a harmadik téma, ugye az egyházkormányzat, amelyen belül
az apostoli jogfolytonosságban fölszentelt szolgálat és a primátus kérdései szerepelnek. Most az apostoli jogfolytonosság kétféle értelmezése. A katolikus felfogásban a püspökök a fölszentelés által egységet alkotnak a püspöki kollégiummal, amely egyetlen az apostolokig visszanyúló egységet alkot. A kézrátételek láncolata, hálója érzékelhető jelként hozzátartozik az így értelmezett hivatal továbbadásának szentségi folyamatához. A reformátorok szerint viszont az egyház apostolisága nem az egyházi hivatalviselők szukcesszióján alapszik, hanem azon, hogy az egyház megmarad az apostoli igehirdetésben és tanításban. Az ökumenikus párbeszédeken újra és újra fölmerül azonban az a kérdés is, hogy vajon a hivatalok kölcsönös elismerése szempontjából nem volna-e elegendő a presbiteriális szinten meglévő szukceszió, a jelenleg ugye érvényben lévő püspöki szinten meglévőtől. A figyelembe kellene venni azt, hogy a reformátorok a 16. században még nyugodtan gondolhatták azt, hogy az apostoli jogfolytonosság elsősorban presbiteri szinten jut érvényre. Előbb említettem, hogy a szentelés, egyházi szolgálatra fölszentelés lényegét azt a papszentelésben látták. És tulajdonképpen még az egyházi rend szentségéről nyilatkozó trienti kánonok megfogalmazása idején, tehát 1563-ban sem tudatosult eléggé a keresztényekben, hogy a papi rend teljességét a püspök szentelés adja meg, amint ezt a Lumen Gentium a 20. században megfogalmazza, de már az apostoli hagyományban is megvan. Tehát tulajdonképpen itt is lehetne közeledni. A másik téma a primátus, pápai elsőség. Most a második Lioni zsinat azt mondja, hogy a Szent Római Egyház a legfőbb és teljes primátust birtokolja az egész katolikus egyház felett. Ezt a primátust a teljhatalommal együtt magától az Úrtól kapta Szent Péternek, az apostolok fejedelmének, avagy elöljárójának a személyében, akinek a római pápa az utódja. Na most, bár a reformátorok nem gondolták azt, hogy a Szentírásból igazolható egyértelműen, hogy a Péternek adott főhatalom a hivatalbeli utódokra is érvényes, főleg ugye a római pápákra, valójában történeti tényként elfogadták a pápaság intézményét. Az, amit ők bíráltak, tulajdonképpen a lelki és a világi hatalom összekeverése, illetve a primátus gyakorlásának az evangélium szellemével ellentétes módja volt. A Melanchthon által 1540-ben összeállított műből egyértelműen igazolható, hogy Luther azt a primátus értelmezést utasítja el, amely szerint a római püspöknek isteni jogon van főhatósága az összes többi püspök és lelkipásztor fölött. A pápát isteni jogon illeti meg mind a két kard, vagyis hogy királyokat ültethet trónra, vagy tehet le,
És hogy a pápa azt taníthatja, hogy aki mindezt nem viszi, az nem üdvözülhet. Tehát ezt a fajta primátus értelmezést utasítja el Luther. Calvin 1543-ban világosan kifejti, hogy ő az isteni jogúnak tekintett, e világi uralomként értelmezett, és az evangélium szellemével ellentétes módon gyakorolt primátust utasítja el. 1559-ben az institúcióban azt is jelzi, hogy a primátus Péter által gyakorolt módját el lehetne fogadni. Azt írja, azt a tiszteletet bizony szívesen megadom Péternek, hogy őt az egyház épületében az elsők közé helyezzük. De nagy különbség van a rendben való méltóság és a hatalom között. Látjuk, hogy az apostolok Péterre ruházták azt a méltóságot, hogy a gyülekezetben beszéljen, hogy az indítványozásban, buzdításban, figyelmeztetésében némileg elöljárjon, a hatalomról azonban éppen semmit sem olvashatunk. Nyilván világi hatalomról beszél. Most az első vatikáni zsinat dogmaként hirdette meg, hogy a pápa az egész egyházban szabadon gyakorolhatja a primátusát, amelynek lényege az egység szolgálata. Ám a primátus fogalmát történeti okok miatt, időhiány miatt is egyoldalúan, s főleg jogi fogalmak tükrében és a gallikán tételekkel vitatkozva fogalmazta meg. Így az 1869-70-es első vatikáni zsinati döntés azt a hamis látszatot keltette, hogy a pápa valamiféle egyetemes püspök, akinek egyházmegyéje az egész világ. Most igazában véve a második vatikáni zsinat se lépett túl sok tekintetben e szemléleten. Igaz, hogy megjegyzi a második vatikáni zsinat, hogy a püspökök rendje fejével a római pápával együtt szintén hordozó alanya az egész egyházra kiterjedő legfőbb és teljes hatalomnak. A zsinat különbséget tesz a pápa személye és a püspöki kollégium fejeként tevékenykedő pápa között. De nem tisztázza, hogy mi a különbség, illetve a kapcsolat a pápa személyes primátusa és annak a pápának a primátusa között, aki a püspöki kollégium fejeként cselekszik. Mindenesetre a második vatikáni zsinat a primátusnak és teljhatalomnak a lényegét az egység szolgálatában jelölte meg. A római pápa, mint Péter utóda, örök és látható principiuma és alapja mind a püspökök, mind a hívők sokasága egységének. Most a pápai primátus gyakorlását illető bűnöket, illetve a primátus fogalmának tisztázatlanságával kapcsolatos hiányosságokat a 20. század pápái elismerték. A 6. Pál pápa, amikor 1965-ben visszavonta a kiátkozást, keletiek kiátkozását, valójában azt is elismerte, hogy a kiátkozás történelmi időszakában a pápaság nem Krisztus szándékának megfelelően gyakorolta primátusát. Még érdekesebb II. János Pál pápa, aki az én szubjektív véleményem szerint egy konzervatív
teológus. Ennek ellenére azt mondja, hogy az ut unum szint, ahogy egyek legyenek kezdeti, szavakkal kezdetű enciklikájában, hogy bizony a primátus helytelen gyakorlásával kapcsolatban súlyos vétkei voltak az egyháznak. Bocsánatot kér, azokért a vétkekért, amelyek miatt a különféle felekezetek nem fedezhették fel a római püspök szolgálatában az egység látható jelét és biztosítékát. Majd, és itt még érdekesebb a dolog, azt kéri az egyházak lelkipásztoraitól és teológusaitól, nem csak a katolikusoktól, segítsenek megtalálni azokat a formákat, amelyekben a primátus úgy tud megvalósulni, hogy mindkét fél a szeretet szolgálatát lássa benne. Ismét az Unitatis et Integratio szavai. A zsinat kinyilvánítja, tudatában van, hogy a keresztényeket Krisztus egy és egyetlen egyházának egységében összebékítő szent célkitűzés meghaladja az emberi erőket és képességeket. Ezért minden reményét Krisztusnak az egyházért mondott imádságába, az Atyának irántunk való szeretetébe és a Szentlélek erejébe veti. Na most ez a szent célkitűzés, amelynek megvalósítása meghaladja az emberi erőfeszítéseket, tulajdonképpen az egyetlen, egységes, de sok színűségben fennálló katolikus egyház felmutatása a világnak. A hittani kongregáció Ratzinger bíboros megszövegezésében 2000-ben kiadott egy enciklikát, Dominus Jézus szavakkal kezdődő enciklikát, amelynek néhány állítása, ahogy mondani szokták, kiverte a biztosítékot az elkülönült testvéreink között. Ugyanakkor ezeket az állításokat lehetne ökumenikus szellemben értelmezni. Mert mit mond végeredményben ez a Dominus Jézus enciklika? Azt mondja Ratzinger, hogy Krisztus egyháza nem azonos a különféle felekezetek összességével. De azt sem mondhatjuk, hogy ez az egyház még sehol sincs, hanem csak elérendő célként létezik. Ez az egyház adott, és a Péter utóda és a vele közösségben lévő püspökök által kormányzott katolikus egyházban létezik. Ez a létezik, ugye szerepel egy másik zsinati dokumentumban, és latinul a subsistit in. Ez nagyon vitatott kifejezéssé vált. Na most, amit a Dominus Jézus enciklikában ugye a bíboros állít, ez nem azt jelenti, hogy ez az egyetlen egyház azonos a felekezeti értelemben vett katolikus egyházzal, hanem azt, hogy ennek a már adott egyháznak az elemei összességükben a katolikus egyházban léteznek, és a többi közösségben nincsen meg a teljességük. Na most ez még így is bántólag hathat, de ökumenikus szempontból nem olyan probléma, mert nem mond ellent a Ratzinger bíboros a második vatikáni zsinatnak, ami azt jelenti, hogy az enciklika megszövegezője tudatában van annak, hogy jól lehet a katolikus egyház,
az igazságok és kegyelem eszközök gazdag birtokosa, tagjai mégsem élnek és éltek kellő buzgósággal ezekből. Másrészt tudja az enciklika szerzője, hogy a katolikus egyház által hirdetett tanítás megfogalmazásait adott esetben meg lehetne és meg is kellene újítani. Két kérdés a végére. Mikor jön létre, és milyen lesz az egység? Most a mikor kérdésre nagyon nehéz válaszolni, mert ahhoz, hogy a párbeszédek folyamán megnyugtató módon egyességre juthassunk, nagyon sok történetileg rögzült ellenérzést, előítéletet, félreértést kellene felszámolni. Na most az ilyen előítéletek felszámolására az ember nehezen kapható, bármelyik oldalon áll. A hogyan kérdésre, azaz, hogy milyen lesz az egység, tulajdonképpen már könnyebb válaszolnunk. A második vatikáni zsinat a pápa elsőségét elismerő keleti egyházakkal kapcsolatban mondja. A saját egyházfegyelem, liturgikus szokás, teológiai és lelki életi örökség nem akadálya a katolikus egységnek. Szó szerint ezt írják a zsinati atyák. A helyi egyházaknak ez az egységet őrző változatossága fényesen bizonyítja az osztatlan egyház katolicitását. Ennek alapján azt mondhatjuk, hogy ha majd megvalósul az egység, ez nem uniformizált egység lesz. Tehát nem arról van szó, hogy baptisták leszünk mindannyian, vagy a baptisták lesznek mindannyian katolikusok, hanem a sokszínűségben lesz egyetlen és osztatlan az egyház, és így katolikus. Tulajdonképpen, ha majd megvalósul az egység, akkor nyerik el teljes értelmüket a Luteránus Világszövetség vezetőjének a szavai. 2000 szeptemberében egy ökumenikus látogatócsoportnak mutatta be a milánói egyházat Martini bíboros. És azt mondta, hogy kedves vendégek, ez itt nem a római katolikus, hanem a milánói katolikus egyház. Mire a látogatócsoport vezetői azt mondta, mi pedig a wittenbergi katolikusokat képviseljük. Igen, hát adja Isten, hogy minél hamarabb bejussunk ide. Köszönöm a figyelmet. Thank you.